Több mint 3000 látogatót vonzott az újonnan felújított és megnyílt tűzoltótorony Kolozsváron. A műemlék tornyából káprázatos a kilátás, továbbá kulturális célok betöltésére is alkalmasak a különböző terek. Megnyitották a publikum számára a kolozsvári tűzoltótornyot, amelyet az első héten már közel 3500-an látogattak meg. A Szappanyos utcai létesítmény a 15. században épült, egykor a városfal részét képezte, majd utólag magasították, így tűzriasztásra is alkalmassá vált. Az utóbbi években viszont egyre inkább romlott az állapota, ezért az önkormányzat felújítatta. Egyrészt szükség van Kolozsváron további közösségi terek létrehozására, és ez a műemléképület már régóta elhanyagolt állapotban volt. A tervek már bebizonyították azt, hogy ki lehet alakítani egy olyan közösségi teret, ahol fiatalok és idősebb generáció is együtt tud szórakozni. Hozzátette, hogy előnyt élveznek a kulturális rendezvények. A torony megközelíthető lifttel, illetve körlépcső is vezet a kilátóba. A különböző szinteken tűzoltáshoz szükséges kellékek, régi kézikönyvek és fényképek tekinthetőek meg, így érdemes gyalog felmenni a torony tetejére. A lépcsőkön felérve a város panorámáját csodálhatják meg a látogatók, a mennyezet pedig visszatükrözi az alatta található városmakettet. Rengeteg felét tudtam ellátni, láttam a minket körülvevő híres szobrokat és templomokat, ugyanúgy az unitárius, a református, a katolikus templomot is. Nagyon tetszett. Most érkeztünk meg, feljöttünk a felvonóval, egyelőre nagyon tetszik, szép a kilátás. A tűzoltótorony ingyenesen látogatható a hét minden napján, 9 és 17 óra között.